estét kívánok mindannyiuknak, ez itt az egyenes beszéd. Az előbb a híradó végén azt ígértem, hogy Bolyár Gáborral kezdünk, így is van. Jó estét kívánok, köszönöm, estét hogy eljött kívánok. Hozzánk. Köszönöm a meghívást. Olvastam egy írását, amiben azt elemzi, hogy voltak éppen kapós lenne a magyar oktatás, mint befektetési lehetőség a világban, és ideig úgy is nézett ki, hogy mindannak dacára, amit elmondtak az elmúlt években az Orbán rendszerről, ennek ellenére jönnek a befektetők. Most mi hátráltatja ezt a folyamatot? Igen. Hát ezt mint befektető tudom kommentálni. Szóval az az igazság, hogy a magyar oktatásnak, ezen belül különösen a matematika oktatásnak nagyon-nagyon pozitív hagyományai vannak Magyarországon, több száz éves hagyománya, amire lehet építeni. A magyar matematika oktatás híre a világban sokkal jobban áll, mint amennyit mi ezt itthon tudjuk. És ennek az értéke ma óriási. Egy fantasztikus forradalom közepén vagyunk, elnézést talán a nézők megbocsátják, hogyha ez egy kicsit szakmai sovinizmusnak hallatszik, de az informatikai forradalom, amelynek a közepén vagyunk, azt hiszem, az életünket sokkal, de sokkal jobban fogja, nem csak az életünket, nem csak a társadalmunkat, hanem talán az emberiség egész jövőjét sokkal jobban fogja megváltoztatni, mint amennyire majd szerintem sejtjük. A nézők értik ezt, tehát informatika alapú a kommunikációkra sokat minden estül. Előadásokban azzal, hogy a Klaus Schwabnak a világgazdasági fórum, a Davoszi világgazdasági fórum alapítójának és vezetőjének megjelent egy könyve tavaly azon a címen, hogy negyedik ipari forradalom, és ezzel szeretnék sok helyen vitatkozni erre való fórumokon, hogy ez annál sokkal több, mint az ipari forradalom. Itt az informatikai forradalomban ma élünk, annak a hatásánál sokkal nem, és nem is sejtjük, hogy mekkora. Ebben mi jók lettünk, vagy jók lehettünk volna? És ebben mi ezzel a matematikai kultúránkkal, ami Magyarországon kialakult több száz éve, és annak az okairól is beszélhetnénk, hogy miért alakult ki, de vitathatatlanul kialakult, ez egy óriási érték. Ez valami hasonló érték, mint 500 évvel ezelőtt a hajózási kultúra volt a gyarmatosítások során, és ami felértékelődött az ipari forradalomban. Nekünk ez a pár száz éves matematikai kultúránk értékelődik föl az informatikai forradalom közepén, és ezt a világ látja, és ezért ömlik a befektetés. Na most az 21. századnak még nem tudjuk, hogy változtatja meg az életünket, de egy dolgot már látunk, hogy az oktatás nagyon felértékelődik. Soha a történelem során nem volt ekkora piaci értéke a magas szintű oktatásnak, mint most. Ezt úgy hívják, hogy tudásalapú társadalom, tudásalapú gazdaság, és itt a tudás létrehozásának a piaci értéke sokkal nagyobb, mint valaha. Ezért nő a normális országokban folyamatosan és radikálisan az oktatásba fektetett tőke. Na most amiatt már keseregtünk sokat, és én is nemrég egy másik cikkemben a Népszavában jelent meg hétvégi mellékletben keseregtem arról, hogy az oktatásba fektetett állami pénz mennyire csökken, és ez nem csak a mostani kormány bűne, az előzőeké is, de egy pozitív gondolattal zártam a cikket, hogy viszont a magántőke megnövekszik. És Magyarországon az oktatásba fektetett magántőke aránya az összes oktatásba fektetett pénzhez képest a világon az egyik legmagasabb. Ennél magasabb magántőke arány a teljes oktatási költségvetésen, mert egyedül az Egyesült Államokban és Costa Ricán van. Na de ez azért van, mert hogy az állami rész, az állami hozzáadott tőke az annyira lejtőn van, annyira kevés, az arány, és egyre kevesebb arányát viszont tekintve, a magánemberek... vagy azért van, mert van lehetőség, pont ezért, fejlesztésre. Mert van mire alapozni. A tőke mindig oda áramlik, ahol van mire alapozni. És a magyar oktatásnál van mire alapozni. Erre a matematikai kultúrára lehet alapozni. Na most ezt vágta teljesen keresztbe, de helyre... Már nincs mire alapozni? Ezzel most azt mondja? Olyan mértékben keresztbe vágta a Lex-CEU, hogy ezt el se tudjuk képzelni. Aha. És helyrehozhatatlan vágta. Akkor tehát nem a tudás, nem az oktatás minősége, hanem a környezet az, ami olyan módon változott meg, hogy hanyat homlok menekül mindenki. Hát nem fektetnek be. Én konkrétan tudok eseteket, erről írtam a cikkben, amikor egyszerűen befektetők ettől megijedtek. Úristen, hát ha itt ezt lehet csinálni egy oktatási intézménnyel, akkor nem szabad pénzt fektetni az oktatásban. Hát ez, és itt most nem arról van szó, és erről nem is beszélnék, hogy kinek mi a véleménye Soros Györgyről vagy a CEU-ról. Ez messze túlmutat a CEU-n. Itt arról van szó, hogy Magyarországon egy egyetemet egyetlen tolvonással ki lehet nyírni. És ahol ezt meg lehet csinálni, ott őrült az, aki az egyetemekbe pénzt mer fektetni. Pedig abban rengeteg lehetőség van. Ugye az ipari befektetőktől elég régóta lehet hallani, na meg az ellenzéktől is, hogy a jogbizonytalanság, meg az adóbizonytalanság az mennyire elriasztó. Most itt a jogbizonytalanságról beszélünk elsősorban, nem is a pénzügyi oldaláról.
ennek a történetnek, bár rögtön pénzügyi oldala lesz, ha már valaki költött rá, de majd mennie kell. Ez ennél sokkal súlyosabb, mint az adóbizonytalanság, vagy a pénzügyi bizonytalanság, vagy a szabályzások bizonytalansága. Hát itt egy egyetemet ellehetetlenítettek a tanév közepén. Ugye ennek van egy ritmus egy egyetemnek, elkezdenek jelentkezni a diákok egy jóval korábban, és hát ettől megijednek, és akkor úristen, akkor ide nem szabad jelentkezni. Hát lehet, hogy el se indul az év. Hát akkor hogy jelentkezhetek? De van még egy másik oldala is ennek, hogy hol riasztja el. Magukat a tanárokat riasztja el. Hát a tanárok, a legjobb tanárok, akiknek nagyon magas a tudományos rangjuk, azok erre nagyon kényesek, és azok stabil helyre mernek csak menni. Azoknál nagyon fontos, hogy olyan helyen legyenek, olyan helyen vállaljanak állást és feladatot, ahol stabilitást és biztonságot érez. Picit álljunk meg, egyikünknek sem dolga, meg szakmája mások helyet gondolkozni. De amit most elmondott, látszólag ez a cél. Tehát ne iratkozzon be senki a CEU-ra, a Soros Egyetemre, ahogy nevezik, ne jöjjenek ide a vendégtanárok, mert olyanokat tanítanak, ami nem kompatibilis azzal az elképzeléssel, hogy a magyar kormány a jövőt látja. Tehát ez így, ahogy most leírta, ez lehet a kormányzati cél, de ezzel mit akarnak elérni? Igen, csak az a baj, hogy ezt el akarják érni, hogy Soros eltűnjön az országban. És akkor mi van? Ezt a szándékot én értem. De attól a világ nem változik meg körülöttünk, hogy Soros eltűnik, legfeljebb egy csomó gyereknek nem lesz amerikai diplomája, de ezt meg egy csomó tudás nem jön be az országba. De ezt el lehet viselni. De azt talán nem látták a döntéshozók, és az ország őket is nagyon meglepte, hogy ugyanezek a tanárok, akik nem mernek a Soros Egyetemre jönni, azok nem mernek a Műszaki Egyetemre, vagy az ELTE-re, vagy a Corvinusra, vagy akármelyik magyar egyetemre jönni, mert ezt kivetítik minden magyar egyetemre. Hát azzal érveltek, hogy hát a unfair versenyelőnyben volt a Soros Egyetem, a többet, CEU a többi egyetemmel szemben, de nem értették, és döbbenten nézték, hogy a többi egyetem tiltakozott legjobban. Hát ez az egész magyar felsőoktatásról szól ez a törvény a külföld nevében. És az nem azt látták, hogy Orbán Viktornak nem tetszett a Soros Egyetem, mert politikai ellenfelet érzett belőle, hanem azt látták, hogy Magyarországon a felsőoktatása lesz lehet csinálni, Magyarországon tehát a felsőoktatásba nem szabad jönni. És ugyanúgy kevesebben fognak jelentkezni, lehet, hogy a Soros Egyetemre egyáltalán nem jelentkeznek, mert megtiltották, de kevesebben fognak jelentkezni külföldi diákok az Orvosi Egyetemre, a Corvinusra, a Műegyetemre. Rossz lesz a hírünk? Rossz a hírünk. És egy bizalmat elvesztek. Nagyon könnyű, és visszanyerni nagyon nehéz. Ezt az üzleti életből vett tapasztalattal tudom alátámasztani. Egy felsőoktatási intézményt megalapítani, aztán önfenntartóvá tenni, az mennyi idő? 10 év legalább, de hát most arról van szó, hogy hát a bizalom visszanyeréséhez kell legalább 10 év, és aztán még 10 év, hogy elkezdjenek. És olyan hátrányba kerülhetünk 20 év alatt, hogy az nem igaz. Olyan lehetőség volt ez Magyarország előtt. Én 20 éve ez emellett érvelek, mint nagyon sok publikációban, hogy az informatikai forradalom Magyarország számára 1000 éve nem látott lehetőséget jelent. Itt úgy értékelődnek föl hagyományaink és tudásaink, amit föl se tudunk fogni, és erre építeni kellene. Hát jönnek ide, hát a rengeteg informatikai cég jön Magyarországra, mert itt vannak jól képzett szakemberek, akikre lehet építeni. Akármennyit panaszkodunk arra, hogy az egyetemi oktatásba fordított állami pénz csökken, azért még mindig nagyon jó a képzés. De hát ennek most keresztbe tettek. Hát ez olyan mértékben rontja a hírünket, nem csak hát azért jönnek ide cégek, mondjuk a legnagyobb európai szoftvercégek, mondjuk az SAP-ről beszélek, aki Magyarországon egy ezres nagyságrendben akar fölvenni informatikai szakembereket. Azért jön Magyarországra, mert tudja, hogy itt az informatikai képzés magas színvonalú, tehát magas szintű szakemberek vannak. Az én volt cégem, a Graphisoft is azért lett sikeres a nagyvilágban, mert nagyon jó képzés volt az informatikában. Most nem arról van szó, hogy a Soros Egyetem megölésével egy pillanat alatt elmúlik az informatikai képzés színvonal, nyilván nem múlik el, de a híre elmúlik. És a hír sokkal fontosabb, mint maga a valóság. Én most pont azon gondolkozom, hogy amit elmondott az a folyamat, az tovább gyűrűző folyamat, mert hogy a tanárok, a tudós emberek, azok kapcsolatban állnak cégekkel. Igen. Azok a cégek pedig kapcsolatban állnak azzal a tudással, amit mondjuk Magyarországon ezek a tudósok megszereztek, és el fognak mesélni. Tehát az a cég sem akar majd idejönni, akinek általán nagyra becsült most tudós azt fogja mondani, hogy Magyarországról elzavartak. Szerintem, ha ezt a döntést, ezt a CEU-val kapcsolatos döntést a kormány pár évvel ezelőtt hozza, akkor mondjuk az SAP nem hozza ide a fejlesztését, 1000 magas szintű munkahelyet biztosító szoftverfejlesztést. Amerikából költöztette Magyarországra a fejlesztést az itteni oktatás jó híre miatt. Ezt a jó hírt
vágtak keresztbe, mert nem tesznek különbséget, hogy ez a CEU-ról szól, de nem, és ott nem is informatikus képzés van. Ezt a különbséget a világ nem érzi. Egy egyetemnek tettek keresztbe, akkor itt a képzés nem lehet. Ez jó. Egy politikai cél nyilván, amit a kormány. Igen, csak azt nem fogták fel valószínűleg, kitüzött. Hogy ez messze, mennyire túlmutat azon a közvetlen hatásában, mennyire túlmegy azon a közvetlen célon, amit elérni akartak. Ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen politikai célt, hogyha végigvisznek, az egy újabbhoz vezet általában. Tehát egyiken túl vagyunk, de következik belőle valami más. Egy ilyenből mi következik? A tudást, a tudományt tekintve. Hát az, hogy az következik, hogy bezárjuk magunkra az ajtót, és amit hát tudunk itthon, az van. Magyarország óriási lehetősége leértékelő. Magyarország egész évben értékelődik le az akadémiai világban ettől a döntéstől. És az akadémiai világban történő leértékelésünknek soha akkora gazdasági hatása nem volt, mint most lesz. Kovács Zoltán tegnap azt mondta, amikor itt felvetettem neki kormányszóvivőként, a CEU-ról beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy nem értő, hogy az MTA elnöke például, vagy más akadémikusok is a tudomány világa. Miért nem érti, hogy ez nem róluk szól, és hogy ez miről szól igazából ez a CEU-val folytatott küzdelem? Én most nem azt ők nem értik, vagy a tudomány nem érti? Én természetesen a tudomány oldalán állok. Hát attól tartok, hogy sajnos a vezetőink ezt nem értik. Nem hiszem, hogy erre a következményre számítottak. Nem hiszem, hogy ezt végig gondolták. És sajnos attól tartok, hogy még ma sem látják. Volt egy fél mondatom, hogy ennek volt egy teljes mondata arról, hogy egyre többen hiszik el önnek, hogy Orbán Viktor ki akarja vinni az országot az Európai Unióból. Tényleg hisz ebben, hogy ezt ő így gondolja? Hát sajnos hiszek, megismerve egyéniségét és politikáját, az az érzésem, hogy azokat a korlátokat és azt a fajta ellenőrzést, amit az európai, azt a fajta szuverenitás fogalmazunk az ő nyelvén, szuverenitás korlátot, amit az Európai Unió jelent, azt ő nem szereti. De milyen utána? Tehát ha nincs az Európai Unió, akkor itt vagyunk zárványként Európa közepén? Ezt egyszer 98-ban is megmondta első kormányzása idén, hogy az Európai Unión kívül is van élet. Ezt akkor megmondta, és én úgy gondolom, hogy nagyon őszintén beszélt. Köszönöm, hogy eljött, várom máskor is. Köszönöm.